Életbe léptek a hazai szigorítások, éjjel már razzia is volt, a kijárási tilalom betartását ellenőrizték. A középiskolák és az egyetemek bezártak, étterembe sem lehet járni, megváltozott az élet Magyarországon. Sorra zárnak Európában, a spanyolok tartományokat zárnak le, Szlovéniában leállítanák a tömegközlekedést. Marco Rossi is koronavírusos, a szövetségi kapitány karanténban van, nem lehet ott az Izland elleni meccsen. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, itt az M1-en és a Dunán Józsanett vagyok. Megszavazta az országgyűlés, 90 nappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet Magyarországon. Ebben az időszakban különleges jogok illetik meg a kormányt, így gyorsabban is dönthetnek fontos egészségügyi vagy gazdasági kérdésben. Ilyen például a kijárási tilalom. Este 8 és reggel 5 óra között mostantól tilos az utcán lenni, de lehetnek kivételek. 180. Miután kedd délután 180 igen és egy nem szavazat mellett elfogadta az országgyűlés a rendkívüli jogrend meghosszabbításáról szóló javaslatot, a miniszterelnök alá is írta a rendeletet. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha összefogunk és betartjuk a szabályokat, együtt ismét sikerülni fog. A parlament megadta a rendkívüli felhatalmazást, a rendeleteket megalkottuk, a korlátozó szabályok ma éjfétől életbe lépnek. Arra kérem önöket, mindannyian tartsuk be őket. Vigyázzunk egymásra, különösen is vigyázzunk a szüleinkre, a nagyszüleinkre, az idős és beteg honfitársainkra. Ha betartjuk ezeket a szabályokat, összefogunk, akkor együtt ismét sikerülni fog. Ágy van, gépek vannak, ember is van, csak több a beteg, mint akinek az egészségügyben dolgozók meg tudják adni a legmagasabb szintű ellátást. Így már nem lehetett várni az intézkedésekkel. Ezt pedig már az M1-nek adott exkluzív interjúban mondta a kormányfő. Ha így mennek tovább a dolgok, intézkedés nélkül, akkor 50% esélye van annak, hogy a kórházainkban még el tudjuk látni a betegeket. És az nagyon alacsony, az kevés. Nem lehetett tovább várni, ezeket a döntéseket most meg kellett hozni. Járvány idején az emberek egészségének védelme a legfontosabb, ezt pedig már Varga Judit igazságügyi miniszter mondta az M1-en. Egyértelmű, hogy a fegyelmezettség az egyfajta komolyabb számonkéréssel is kell, hogy társuljon, de nagyon fontos szerintem az önálló jogkövető magatartás, az, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a szeretteinkre, a családtagjainkra, tartsuk azokat a már talán elcsipeltnek hangzó, de még mindig nagyon-nagyon fontos higiéniai előírásokat, a kézmosás, a védőtávolságtartás, a maszkviselés. Miután kedd este a magyar közlönyben is megjelentek a kormányrendeletek, így azok szerda 0 órától érvénybe léptek. Így többek között a kijárási tilalomra vonatkozó szabályok is. Vagyis szerda este 8 órától csak azok tartózkodhatnak a lakóhelyükön kívül, akik munkába vagy munkából tartanak haza, vagy versenysportolók, és ebből adódóan kell edzésre, versenyre menniük. Ehhez igazolásra van szükségük, amelyhez iratmintát találnak a koronavírus.gov.hu weboldalon. Az értelemszerűen kitöltendő formanyomtatványon fel kell tüntetni a munkavállaló vagy sportoló lakó, tartózkodási vagy szálláshelyét, illetve a munkahely nevét és pontos helyét. A nyomtatványokra azt is rá kell írni, hogy milyen okok miatt van szükség az igazolásra. A rendőrség már szerda hajnalban országos ellenőrzésbe kezdett, amiről egy rövid videó is felkerült a police.hu weboldalra. A kisfilmben bemutatják, hogy országszerte több helyszínen is ellenőrizték a szabályok betartását a járőrök. Az első tapasztalatokról azt írják a videó alatt, az emberek megértették, hogy a járvány terjedésének visszaszorítása, az ennek érdekében hozott szabályok betartása mindannyiunk közös felelőssége. A hadsereg bevonásáról egyeztetett a miniszterelnök a belügyminiszterrel és a honvédelmi miniszterrel. Orbán Viktor erről a közösségi oldalán tett közzé egy videót. A kormányfő azt mondta, katonák is részt vesznek az ellenőrzésekben és a közrend fenntartásában. A katonáink most nem háborúban fogják védeni a hazát, hanem besegítenek a rendőrségnek, besegítenek a központi közigazgatásnak és besegítenek az egészségügyi ellátásnak is. Ott, ahol erre egyébként a belügyminiszter és az egészségügyminiszter szerint szükség van. Ennek a feltételeit, jogi, személyi és pénzügyi feltételeit sikerült tisztázni az operatív törzs és a kormányülése között, de még egy-két formális döntést a kormányülésen hozunk, és utána az erről szóló rendeleteket is alá tudom írni. Lássuk részletesen, hogy hogyan is változik az élet mától. 20 óra és hajnali 5 között teljes kijárási tilalom érvényes, vagyis este 8-ra mindenkinek haza kell érnie, kivéve, ha dolgozik és ezt igazolja.
a bölcsödék, az óvodánk és az általános iskolák nyitva maradnak. A középiskolák és a felsőoktatási intézmények átállnak digitális oktatásra. Az éttermek bezárnak, de elviterre kiszolgálhatják a vevőket, és az üzemi menzák is működhetnek. Az üzleteknek és a szolgáltatóknak este 7-kor be kell zárniuk. A szállodák turistákat nem fogadhatnak, csak üzleti vendégeket. Minden gyülekezés tilos, családi összejöveteleken 10 lehetnek, az esküvőket is csak szűk körben tarthatják. A sporteseményekre nézők nem mehetnek be. A profi sportolást, edzést továbbra is engedélyezik. Az edzőtermek, az úszodánk és a kulturális intézmények mától már zárva vannak. Szabadtéren egyedül lehet sportolni, túrázni, futni, kerékpározni, de az amatőr csapatsport tilos. És ami még fontos, a 10 000 főnél nagyobb településeken, a közterületeken kötelező maszkot viselni, ott, ahol az önkormányzat ezt előírja. Sok szülőt és gyereket foglalkoztat a kérdés, hogyan működnek mától az iskolák. Az alapszabály az, hogy az általános iskolákban marad a tantermi oktatás, a középiskolák és egyetemek viszont átállnak digitális oktatásra. A kollégiumokat pedig szombatig kell elhagyni. Cipőcsere után már rohan is be ez az esztergomi óvodás. Kötelező kézmosás következik, de ez már szeptember óta így megy. A változások az óvodák mindennapjait nem érintik. Ők továbbra is működhetnek. Ebben az esztergomi általános iskolában is zavartalanul folyik a tanítás. Az énekórán a diákok maszk nélkül vannak, de a tanár maszkban. Most osztom ki nektek a feladatot a Classroom-ba. 9. évfolyamtól felfelé viszont valamennyi középiskolának át kellett állni az online oktatásra. Miskolcon például 32 diáknak tartott földrajzórát ez a tanár. Tényleg az a lényeges, hogy azok a számonkérések nem működhetnek olyan formában, mint eddig, tehát ebből adódóan a tanulói munkával kell a tudást megszerezni. Az újabb szigorítások a kollégistákat is érintik. Az intézményeket nem kell bezárni, de aki nem érettségire készül, annak el kell hagynia a szobáját. A felsőoktatásban is online oktatnak szerdától. Több egyetem is egyhetes rendkívüli szünetet rendelt el, hogy legyen idejük átállni. Ezt a néhány napot megadjuk nekik, ugye a kollégium kiürítésére, illetve az informatikusainknak is jól jön ez, hogy átálljunk az online oktatásra. Nincsen semmilyen pánikhelyzet az egyetemen, ahogy korábban sem volt. A szóbeli érettségiket, a központi írásbeli felvételi vizsgát és a tanulmányi versenyeket továbbra is a hagyományos módon szervezik, de minden esetben az óvintézkedések betartásával. A köznevelésért felelős államtitkár szerint a mostani intézkedésekkel próbálják hatékonyabbá tenni a járvány elleni védekezést. A középiskolákban ott nagyjából 4-szer olyan gyakorisággal fordul elő tanulói megbetegedés, mint például az óvodákban vagy akár az általános iskolákban, ezért célzottan ezekre az évfolyamokra született intézkedés, hogy itt rendszer szinten is átálljunk a tantermen kívüli digitális munkarendre. Óriási szakmai viták vannak róla. Nem csak Magyarországon, egész Európában, a WHO-ban is. Hogy, mikor, mennyit? Orbán Viktor az M1-nek adott interjújában azt mondta, nincsen egységes álláspont a tesztelések számáról, de a hatékonyabb védekezés érdekében a tanárokat mostantól célzottan tesztelik majd koronavírusra. Ma annyit tudunk tenni a bölcsödésekért, az óvónőkért, az iskolában dolgozókért, hogy ezt a bizonytalan, de mégis valami támpontot jelentő gyors tesztet rendelkezésükre bocsátjuk. Ennyit tudunk tenni, de amit tenni tudunk, azt megtesszük a tanárainkért, meg az óvónőinkért. A kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen dolgozik a pedagógusok tesztelését szabályzó rendeleten. A részleteket később közlik. Étterembe vagy kocsmába beülni mától nem lehet, csak azok a helyek nyithattak ki, amelyek elvitelre is dolgoznak. A szállodák pedig mától nem fogadhatnak turistákat, csak üzleti vendégeket. Az idegenforgalom és a vendéglátás bevétel kieséssel számol, de a kormány több olyan intézkedést is bejelentett, amely segíthet túlélni ezt az időszakot. A következő napokra érvényes foglalásokat nézi a recepciós ebben a balatonkenesei szállodában. Más dolga nincs, mert a hotel kong az ürességtől. És ez így lesz legalább egy hónapig. A szerdától érvényes szigorítások szerint ugyanis a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem. Mindenképpen csökkentjük a költségeket, azokat a költségeket, amelyek az üzemeltetéssel összefüggésben állnak. A boltokat is érinti a szigorítás, 19 órakor le kell húzniuk a rolót.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség várakozásai szerint ez az élelmiszerüzleteknek semmilyen bevételkiesést nem okoz, hiszen az éttermek bezárása miatt sokan a boltokban költik majd el a pénzüket. Az iparcikkek forgalmában lehet majd kisebb visszaesés, de csak az üzletek egy részében. A járvány terjedésének fékezése érdekében meghozott szigorítások miatt be kell zárniuk a vendéglátóhelyeknek. Nagyon sajnáljuk, hogy itt a vendéglőben már nem láthatjuk vendégre a vendégeket. Így, vagyis az ételek házhoz szállításával igyekeznek átvészelni a következő egy hónapot, mint ahogy a legtöbb vendéglő, büfé, illetve csárda is. Az éttermek mellett bezárnak a szabadidős létesítmények, a fitnesstermek, a fedett uszodák, a múzeumok, a színházak és az állatkertek is. A kormány ugyanakkor a szigorításokkal egy időben mentővet is dob az ágazatnak azzal, hogy állja a munkabérek felét. Ráadásul az itt dolgozók után a munkaadóknak nem kell járulékot fizetniük. Cserébe viszont senkit nem lehet elbocsájtani, és a fizetéseket is időben át kell utalni mindenkinek. A gazdaságnak a motorját képező KKV szektort próbáljuk meg tehermentesíteni. Erről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt az M1-en. Több javaslatot is tettek már, és tesznek a jövőben is a kormánynak a kis cégek talpon maradása érdekében. Ne vegyük el a pénzt, hanem hagyjuk ott. A vállalkozók kellő bölcsességgel bírnak, majd eldöntik, hogy mire használják, hogyan használják, de ne vegyük el tőlük a pénzt. A kamara éppen ezért azt szorgalmazza a kormánynál, hogy a kis és közepes vállalkozásokat meghatározott ideig mentesítse az iparűzési adó alól, és csökkentse a társasági nyereség adót. Az M1 újságírói folyamatosan figyelik a változásokat, cégekkel és intézményekkel is beszéltek arról, hogyan érinti őket a korlátozás vagy a bezárás mától. Hajdús Sámson, Pálfi Andrea, mit mondanak az iskolák, milyen szabályok érvényesek ott mától? Köszöntöm nézőket, Hajdús Sámsonból. Ez egy nagyon különleges iskola, ugyanis általános iskola, gimnázium, szakképző és művészeti oktatás is zajlik. Hát most a vadonatúj gimnáziumi részben vagyunk, ezt szeptemberben adták át, és most kiürült, hiszen a gimnáziumban és a szakképzésben az online oktatásra álltak át. Az általános iskola viszont zavartalanul működik. Egészen szeptember óta itt nem találtak olyan gyereket, aki COVID-fertőzött lett volna, tehát a biztonsági előírásokat itt nagyon szigorúan betartják, és az általános iskola tehát tovább tud dolgozni, de hamarosan ezek a termek, ahol most vagyunk, ezek is megtelnek, ugyanis arra számítanak itt az intézményben, hogy még nagyobb távolságot kell tartani, és éppen ezért azokban a gimnáziumi termekben, ahol most nincsenek diákok, mert otthon tanulnak, ide majd az általános iskolások egy része fog járni, hogy még jobban tudják biztosítani azt, hogy a gyerekek távolságot tartsanak. Tehát az általános iskolások élete nem változott meg, a gimnazistáké viszont igen, azt mondta az intézményvezető, hogy nagyon sok gimnazista nagyon sajnálta, hogy nem jöhet mostantól iskolába, de bízunk benne, hogy ez átmeneti időszak, addig is az online képzésben vesztek ők részt. Sopron, Ciráki Viktória. Hogyan reagáltak a vendéglátósok és a szállodások? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Liba napok egy kicsit másként, talán ezzel foglalhatnánk össze a következő hetek, illetve napok eseményeit, hiszen itt vagyunk a Márton nap ünnepén, a Liba napok éppen a legaktuálisabb itt a vendéglátás területén, és igazából most nem zárnak be, legalábbis a legtöbb étterem nem zár be, hanem átszervezték a kapacitásaikat, és ahogyan láthatják is a kedves nézők, házhoz szállítással, illetve elviteles kiszolgálással igyekeznek kiszolgálni a vevő. Azt mondták egyébként a megkérdezettek, itt a Balfi Panoráma étteremben is ez az álláspont, hogy a novemberi hónap az egyike a három legforgalmasabb hónapnak, amely a vendéglátást illeti. Csak hogy érzékeltessük a kihívásokat, egy átlagos novemberi hónapban a libanapok apropóján körülbelül egy tonna liba szokott fogyni ebben az étteremben, és Bosztola Attila, az étterem igazgatója azt mondta, hogy ebben az évben, illetve ezen a novemberen ez mindössze 200-300 kilót fog kitenni. Igyekeznek tehát átszervezni a kapacitásokat, 7 autóval végzik el a kiszállítást a mai nap folyamán is, és hát nagyon bíznak abban, hogy a 30 nap leteltével enyhülés jön, és majd újra nyithatják a kapukat, és újra megtelik élettel az étterem.
étterem, addig is azonban a házhoz szállítással fogja kiszolgálni a vendégeket. Ők egyébként egy olyan étterem, akik már az első hullám idején átálltak az éttermi kiszolgálás helyett a házhoz szállításra, és ez nagyban megkönnyítette a helyzetüket a mostani időszakban is, hiszen most már nem kellett újból bevezetni, illetve újból megszervezni, hanem gyakorlatilag egész nyáron üzemeltették a kiszállítást, így mondhatjuk, hogy most már rutinjuk is van benne, és ezt az elkövetkező 30 napot is ennek a jegyében tervezik tölteni. Boldizsár Kata Budapestről jelentkezik. Bezártak a kulturális intézmények, általános rendezvénytilalom van. Mit jelent ez a gyakorlatban? Szervusz, jó napot kívánok! A gyakorlatban azt jelenti, hogy ilyenkor ugye novemberben már lázasan készülődik mindenki a karácsonyra, és hát ugye a mártonnapi rendezvények azok országszerte most elmaradnak, de nem csak a mártonnapi rendezvények, hanem az összes rendezvény, hiszen rendezvénytilalom lépett életbe mától. Ez most egy szokatlan helyzet és egy szokatlan környezet itt a Vörösmarty téren, hiszen az elmúlt években, évtizedekben itt már ilyenkor lázasan készülődnek az aktuális téli Vörösmarty téri karácsonyi vásárra. Nem csak ez, hanem az ország minden területén elmaradnak a karácsonyi rendezvények, és nem csak a karácsonyi rendezvények, hanem minden rendezvény is. Bezárnak a mozik, a színházak, az állatkertek és minden kulturális intézmény. Talán a tavaszihoz hasonlóan sokan majd át fognak állni itt is digitálisra, hiszen majd egy-egy kiállítást majd meg lehet nézni interneten keresztül, digitálisan, webkamerákon, illetve vannak olyan színházak, kisebb pince színházak is, akik úgy döntöttek, hogy digitálisan, tehát majd online fogják a produkcióikat, a színdarabjaikat bemutatni. Így próbálnak túlélni a következő 30 napban. Azt látjuk itt a Vörösmarty téren, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak az ilyenkor átlagosan megszokott tömeg, az most elmarad. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy változtak a maszkviselés szabályai is, hiszen az eddigi szabályok továbbra is életben vannak, de most ez kibővült, hiszen a 10 000 fő fölötti településeken, most már a közterületeken, bizonyos közterületeken, utcákon, tereken is kötelező lesz a maszkviselése, de hogy hol és melyik terekről lesz szó, vagy melyik tereken lesz majd kötelező, ezt majd az adott települések polgármesterei fogják meghatározni. Boldizsár Kata, Ciráki Viktória és Pálfi Andrea, köszönjük! Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók és a védekezésben résztvevő hallgatók itthon, ezt Sanda Tamás államtitkár közölte. Ahogy fogalmazott, minden támogatást meg kell adni azoknak, akik a frontvonalban harcolnak a vírus ellen. Az ingyenes utazáshoz csak egy személyes okmányra és egy munkáltató igazolásra van szükség, a hallgatók esetében pedig az intézménytől kell igazolást kérni. Lehet kutyát sétáltatni az éjszakai kijárási tilalom alatt is, erről Ovádi Péter miniszteri biztos beszélt az M1-en. De csak a lakhelytől számított 500 méteres körzeten belül szabad lemenni éjjel a kutyákkal. Hétfőn nagyon sok megkeresést kaptam az állatvédőktől is és a lakosságtól is, hogy a kijárási tilalmat, amikor bejelentettük, akkor 8 órától mi lesz azokkal a kutyás gazdikkal, akik leszeretnék vinni kutyájukat sétáltatni. Én jeleztem miniszterelnök úr felé, hogy amielőtt a részletes részletszabályok meg fognak jelenni, egyeztessünk előtte, és több javaslatot is tettem neki, az egyik javaslat az volt, hogy 8 óra után is időkorlát nélkül a lakhelytől 500 méteren belül a kutyás gazdig le tudják vinni a kutyájukat sétáltatni. 3945 új fertőzött és 101 halott, ez a koronavírus napi mérlege itthon. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja a 91 ezeret, jelenleg 6352 koronavírusos beteget ápolnak a kórházban, és már 473-an vannak lélegeztetőgépen. A tiszti főorvos szerint a korlátozásoknak az a célja, hogy csökkentse az egészségügyre háruló terhet, mivel egyre több embert ápolnak a kórházban. Ez a kapacitás bővítés egyfajta biztosítéka annak, hogy mindenki megfelelő egészségügyi ellátáshoz jusson, akinek arra szüksége van. Egyértelmű cél,
a járvány lassítása, az emelkedő számoknak a megfogása, ennek a csökkentése, és az, hogy az egészségügyi ellátórendszer működőképes maradjon, és megfelelő ellátást tudjon kapni mindenki. És akkor jöjjön az M1 európai körképe a járványhelyzetről. Franciaországban egyre türelmetlenebbek az emberek, miután 10 napja karantén lépett életbe. A felsőoktatás átállt távoktatásra, de az iskolák nem zártak be. A középiskolákban felére csökkentették a tanteremben lévő diákok számát. A tanárok szerint viszont ez nem elég, ezért tegnapra sztrájkot hirdettek. Párizsben Cel Katalin. Senki nem kéri az iskolák bezárását, azt kérik, hogy több óvintézkedés legyen, kézfertőtlenítő, még inkább ritkítani kéne az osztályokat, ehhez természetesen több tanár kéne, kisegítő tanár. A kormány válasza este az volt, hogy 1 millió antigén tesztet küldenek szét az iskolákban. Mindenki azt reméli, hogy most már napokon, heteken belül javulni fog a helyzet, és egyelőre a kormány nem szeretné bezárni a középiskolákat. Ez még felmerült lehetőségként, hogy a 14 és 18 évesek is esetleg átállnának távoktatásra, de egyelőre folytatódik a hagyományos rendben az iskolák működése. Újabb korlátozásokat léptetett életbe az osztrák kormány, mától minden üzletnek be kell zárnia este 7-kor, csak a benzinkutakon, a vasútállomásokon és a reptereken maradhatnak nyitva a kisebb boltok. Ausztriában nagyjából ugyanolyan korlátozások vannak, mint mától idehaza, ott is betiltották a rendezvényeket, bezártak a szállodák, a kulturális intézmények, az uszodák és a konditermek is. A középiskolák és az egyetemek pedig áttértek digitális oktatásra. Karácsonyig meghosszabbították a szükségállapotot Csehországban. A kormány azt szeretné, ha a hosszabbításról már ezen a héten döntene a parlament. Csehországban 2-3 hete hoztak korlátozó intézkedéseket. A számokból pedig úgy tűnik, hogy enyhül a járványhelyzet, de a cseh kormány úgy látja, hogy legalább karácsonyig maradniuk kell a korlátozásoknak. A veszélyhelyzet meghosszabbítását tervezik Szlovákiában is. Igor Matovič miniszterelnök azt mondta, hogy most csak 45 nappal hosszabbítanak meg a veszélyhelyzetet. Ezzel párhuzamosan jövő hétfőtől kijárási korlátozást vezetnének be. Pozsonyban van Bartal Tímea. Arról lehet olvasni, hogy részben újra nyitnák az iskolákat is. Jó napot kívánok! Így van, az oktatási miniszter bejelentette a héten, hogy szeretné, hogyha legalább, ahogy ő fogalmazott, individuális formában kinyitnák az általános iskolák felső tagozatát és a középiskolákat. Ez azt jelenti, hogy maximum 6 fő részvételével individuálisan tudnak foglalkozni a pedagógus a gyerekekkel. Itt elsősorban azokról a gyerekekről van szó, akik hátrányos helyzetűek és nem tudják megoldani például az online oktatást, mert nincsen ehhez szükséges eszközök, számítógépük, egyéb technikai eszközük. Nos, nekik nyújtana lehetőséget, hogy nem maradjanak le túlságosan a tananyaggal, de egyelőre erről döntés nem született. Egyébként az oktatási miniszter azt is jelezte, hogy november 23-ától szeretné kinyittatni a középiskolákat Szlovákiában. Ehhez még nem lehet tudni, hogy milyen körülmények között tudja megtenni, valószínűleg antigén tesztet kell majd végeztetni a középiskolásoknak, hogy be tudjanak menni az intézményekbe, de még erről sem született döntés. Amiről viszont ma már biztosan döntés született, a kormány összeült reggel 6 órától üléseznek, és döntöttek arról, hogy november 14-től ismét meghosszabbítják a veszélyhelyzetet, tehát november 14-én nem ér véget az általános veszélyhelyzet Szlovákiában, hanem újra 45 napra meghosszabbítják azt. Bartal Tímea, a Pozsonyból köszönjük. Olaszországban, Spanyolországban és Angliában is tombol a járvány. Szombattól lesz olyan olasz régió, ahol teljesen leállítják a tantermi oktatást. A spanyolországi Andalúziát közben 2 hétre lezárták, csak igazolással lehet majd ki vagy belépni a területről. Mentők és autók várakoznak az egyik nápolyi kórházban. Itt olyan sok a koronavírusos beteg, hogy újakat alig tudnak fogadni. Az autóban ülő embereknek oxigénmaszkokat osztanak. Nincs elég orvos, felhívtam az osztályt, ahol édesapámat kezelik, és azt mondták, nem beszélhetek egyetlen orvossal sem, mert mindannyian karanténban vannak, mert megfertőzöttek, mondta egy férfi. Olaszországban megközelítette a 600 ezret az aktív fertőzöttek száma, több mint 30 ezren vannak kórházban. Olaszországban különböző színekkel jelölik a tartományok veszélyességi fokozatát. A vörös zónába, vagyis a legfertőzöttebbe, Bolzano, Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta és Calabria tartozik.
Hétfő óta ide sorolják Alto Adige-t is, itt szombattól teljesen leállítják a tantermi oktatást, lezárják a régió határát és a belső mozgást is betiltják. Az olasz hatóságok szerint kritikus a helyzet, nincs elegendő orvos és ápoló. A szakemberek attól félnek, hogy a súlyos eseteket nem tudják majd ellátni. Koronavírus tesztre érkeznek az emberek Liverpool egyik járványügyi központjába, ide csak olyanok jöhetnek, akik tünetmentesek. Péntek óta 500 000 ember teszteltek le a városban, ami a vírus angliai gócpontja. A szűrésben a hadsereg is segít. A tervek szerint hamarosan országszerte beindul a tömeges tesztelés. A brit kormány szerint ezzel akarják kiszűrni azokat, akiknek semmiféle tünetük sincs, mégis fertőznek. Ha pozitív a teszt, 2 hét karantén következik, mondta egy egyetemista, aki maga is részt vett a szűrésen. Spanyolországban is kritikus a helyzet. Már több mint 21 000 COVID-beteget kezelnek, intenzív terápiát több mint 3 000-en kapnak. A spanyol egészségügy azt állítja, felkészült a második hullám kezelésére, van elég ágy. A gondot az jelenti, hogy nincs sem elég orvos, sem ápoló. Fáradtak vagyunk, még ki sem hevertük az első hullámot, és tudjuk, nagyon nehéz hónapok állnak előttünk, mondta egy orvos. Eközben a dél-spanyolországi Andalúziában újabb járványügyi megszorítások léptek életbe, mert a térségben a fertőzöttség meghaladja az országos átlagot. Andalúziát 2 hétre lezárták, csak igazolással lehet be vagy kilépni a területéről. És a települések közötti közlekedést is korlátozzák. Granadában, a térség gócpontjában teljesen leáll minden szolgáltatás, ami nem létfontosságú. Szlovéniában belpolitikai vita folyik arról, hogy tovább kellene szigorítani. Az egészségügyi miniszter országszerte leállítaná a tömegközlekedést és bezáratná azokat a boltokat is, amelyek nem létfontosságúak. Ez azonban egyelőre csak terv, részletek Magyar Lovrics Mirjanától. A szlovén kormány holnap dönt arról, Szlovénia meghosszabbítja a járványügyi intézkedéseket és korlátozásokat. Tomás Gantár egészségügyi miniszter az intézkedések feloldását ellenzi, sőt 2 hétre javasolja az ország teljes leállását. Itt már most online folyik az oktatás, érvényben van a lakhely elhagyási és az éjszakai kijárási tilalom, zárva tartanak a nem alapvető fontosságú boltok és szolgáltatások. Az egészségügyi miniszter továbbá felfüggeszteni a nem szükséges tevékenységeket, és leállítaná a tömegközlekedést is. Bírságolással próbálják betartani az éjszakai kijárási tilalmat Romániában. Egyetlen éjszaka alatt 22 millió forint értékű pénzbüntetéssel sújtották a szabályszegőket. Bukarest, Demeter Katalin. Este 11 és hajnali 5 óra között a nagyvárosok forgalmasabb utcáin rendőrök razziáznak. Aki akkor autóban vagy az utcán van, igazolnia kell, hogy munkába megy, vagy halaszthatatlan dolga van, vagyis orvosi ellátás, gyógyszerbeszerzés, rászorulók gondozása, esetleg a családban történt haláleset miatt hagyta el a lakást. Ezek a kivételek a kijárási tilalom alól, ellenkező esetben minimum 500 lejes, azaz 36 000 forintnak megfelelő bírságot kapnak a szabályszegők. A rendőrök napközben is fokozottabban ellenőrzik a kötelező maszkviselést az utcákon és a tömegközlekedési eszközökön. Csak az elmúlt egy napban több mint 8 000 embert bírságoltak meg. Megállapodott az Európai Bizottság egy német-amerikai együttműködéssel kifejlesztett vakcina beszerzéséről. A fejlesztők szerint az oltás hatóanyaga 90%-nál magasabb, ez lehet az első vakcina, amit engedélyeznek a nyugati világban. Ha minden jól megy, akkor idén 50 millió adagot tudnak belőle gyártani, ami a föld lakosságához képest elenyésző mennyiség, jövőre 1,3 milliárd adagot ígérnek. Már gyártják az amerikai koronavírus vakcinát, ahogy bebizonyosodott a hatékonysága, azonnal nekiláttak nagy üzemben előállítani. Az első adag heteken belül forgalomba kerülhet, az oltóanyagot világszerte több mint 43 ezer emberen tesztelték. Ez a fejlesztés tűnt a legígéretesebbnek, ezért jelentkeztem ide önkéntesnek, nem félek semmilyen mellékhatástól, mondja ez a francia férfi. A klinikai vizsgálatok a vártnál jobb eredményeket hoztak. Azt mutatják, hogy a vakcina biztonságos és rendkívül hatékony. Míg az influenza elleni oltás a beoltottak 60%-át védi meg teljesen, addig az amerikai koronavírus vakcinánál ez az arány 90% felett van, vagyis szinte mindenkinél megakadályozza a fertőzés kialakulását.
It was exactly what you can imagine. Úgy látom, jó helyzetben vagyunk. Azzal számolunk, hogy még idén 500 millió adag vakcinát, jövőre pedig további 1,3 milliárdot állítunk elő, mondta az oltóanyagot kifejlesztő vállalat vezérigazgatója. A vakcinát az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalat közösen fejlesztette ki. A kutatásokban több magyar is részt vett, egyikük Karikó Katalin, a BioNTech alelnöke, aki nemrég a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a vakcina megbízható. Nincs mellékhatása, mert nem a legyengített vírus tartalmazza, csupán egyetlen fehérjét. A teljes védettséghez két oltás kell, 3 hét különbséggel. A beadása után kialakulhat láz és rossz közérzet, de ez egy napon belül elmúlik. Csak egy fehérjét tartalmaz, nem az egész vírust, és nem tud összekombinálódni más vírussal a szervezetünkbe. Ez a legbiztonságosabb. Az Egészségügyi Világszervezet üdvözölte a bejelentést és biztatónak nevezte az eredményeket, az Európai Unió pedig közölte, 300 millió adagot vásárol az oltóanyagból. Ez egy mérföldkő a járvány megfékezésében, a tárgyalások lezárultak, az uniós biztosok napokon belül jóváhagyhatják a megállapodást, jelentette be Erik Mammer, az Európai Bizottság szóvívője. A koronavírus elleni vakcinából Magyarországra is kerül. Ingyenes lesz, elsőként a krónikus betegségben szenvedők, valamint az egészségügyi dolgozók kaphatják meg. Addig pedig rendelkezésre állnak hatásos terápiák és gyógyszerek. A Favipiravir nevű készítményből hétfőn újabb 1 millió adag érkezett hazánkba. Orbán Viktor személyesen ellenőrizte kedd délután a Kínából beszerzett szállítmányt. A miniszterelnök a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosával nézte át a készleteket. 10 000 ember? Szlávik János arról tájékoztatta a kormányfőt, hogy 10 000 beteg kezelésére elegendő ez a mennyiség. Azok a fertőzöttek kapják meg, akiknek már tüneteik vannak, lázasak, köhögnek, de még nem igényelnek kórházi ellátást. Reményre adhatnak okot a koronavírus elleni vakcina fejlesztésében elért új eredmények. Az egyik német fejlesztésű szérum 10 esetből 9-ben hatékonynak bizonyult, legalábbis az előzetes teszteken. Az oltóanyag tömeggyártására azonban még hónapokat kell várnunk, viszont ha a szer beválik, az a pandémia végét jelentheti. A koronavírus elleni oltóanyag készül ebben a gyárban. Az előzetes tesztek eredményei bíztatóak. A cég hamarosan ipari mennyiségben is elkezdheti a vakcina előállítását. A brit fővárosban egy hete újra kijárási tilalomban. Az emberek azt remélik, hogy minél hamarabb lesz vakcina, és az élet visszatér a régi kerékvágásba. Ez egy nagyon pozitív hír, kellett most ez a reménysugár, hogy mégiscsak van kiút ebből, és hamarosan el is juthatunk odáig, mondta ez a londoni nő. De nem mindenki ilyen optimista. Én nem fogom beoltatni magamat, és az ismerőseim sem, de szerintem megpróbálják majd ráerőltetni az emberekre, mondta egy másik. Németországban a lakosság csaknem 40%-a különösen veszélyeztetett, ezért a legtöbben már alig várják, hogy megkapják az oltást. Valakinek elsőnek is kell lennie, én már elmúltam 70, úgyhogy amint lesz rá lehetőség, beoltatom magam, nyilatkozott egy idős férfi. Olaszországban az emberek nagyon szkeptikusak, sokan tiltakoznak a kormány megszorításai ellen, és a vakcinában sem hisznek igazán. Én gyógyszerész vagyok, de nem bízom ebben a vakcinában, korainak tűnik a bejelentés. Szerintem várni kellene még, hiszen ez egy furcsa vírus. Amúgy sem szeretem az oltásokat, de ebben az esetben elkerülhetetlennek gondolom, mondta egy római nő. Spanyolországban szeptember óta egy másik kísérleti oltóanyagot is tesztelnek önkéntesekkel. Ott a megkérdezettek azt mondták, bíznak a koronavírus elleni oltásban. A hatékonynak bizonyul, az jó lesz, de úgy gondolom, még korai lenne az öröm. De remélem, hogy jó és hatásos lesz, vélekedett egy madridi nő. Franciaországban október vége óta van karantén, bár a francia lakosság véleményesen egységes, de a legtöbben hajlandóak lennének beadatni a vakcinát. Én hezitálás nélkül kész vagyok beoltatni magam, bízom a vakcinában. Ha elérhető lesz végre, az azt jelenti majd, hogy nincs félnivalónk, hangsúlyozta ez a fiatal egyetemista. Ha időben megkapja a szükséges engedélyeket, a szabadalmat birtokló amerikai gyógyszercég még az idén 50 millió adagot gyárthat az oltóanyagból, jövőre pedig további 1,3 milliárd adagot ígérnek. De ez csak az egyik oltás. Közben Kína és Oroszország is jól áll a fejlesztésben, és tömeges gyártásra készül.